Az uniós szerződések és törvények az egész világon a legmagasabb színvonalú menekültügyi előírásokat tartalmazzák, mutatott rá Jean-Claude Juncker. Az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, ugyanakkor aggodalommal tölti el, hogy ezek a szabályok egyre kevésbé gyökereznek a szívekben, és egyes politikusok szélsőjobbtól szélsőbalig populista módon viselkednek, ami csak gyűlöletet szül, nem pedig megoldásokat, tette hozzá Juncker. Nincsenek hatékony nemzeti megoldások, és egyetlen tagállam sem tudja hatékonyan szabályozni a migrációt. Ezért európai szemlélettel kell megközelíteni a kérdést, és közösen kell cselekedni méghozzá azonnal. Az EB éppen ezért már májusban részletes javaslatot tett egy közös menekültügyi politikára. Idézte fel Jean-Claude Juncker a bizottsági koncepciót, amely szerint előre megállapított kvóták alapján osztanák el a tagországok között az uniós menekültjogot jogszerűen igénylő menedékkérőket. Egyben bírálta azokat az országokat, amelyek nem fogadják be az Olaszországból és Görögországból érkező. Az EU-ba érkező menedékkérők méltányos elosztását sürgeti a berlini vezetés is. Szerintük alig néhány tagállam viseli a felelősség egészét, ami éppen úgy tarthatatlan, mint az a rendszer, amely egyoldalúan azokra az országokra helyezi a terheket, amelyek uniós külső határral rendelkeznek. Ezért kötelező és objektív kritériumok alapján meghatározott befogadási kvótákat kell bevezetni valamennyi tagállam számára, a teherbíró képességüknek megfelelően. A nyugat-balkáni országok magukra vannak hagyva, ezen változtatni kell és segíteni, üzente Sebastian Kurz, osztrák külügyminiszter. Az EU-nak hatékonyabban kell együttműködni a tranzitországokkal, mondta Bohuslav Szobotka, cseh miniszterelnök. Az Európai Uniónak sürgősen új pénzelési lehetőségeket kell találnia, hogy segítsen azoknak a migránsválsággal sújtott országoknak, amelyek nem uniós tagállamok, nyilatkozta Deli Andor. A vajdasági európai parlamenti képviselő kiemelte, a menekültválság kezelésére az EU 2014 és 2020 között 7 milliárd eurót irányzott elő. A pénzt azonban csak a tagállamok használhatják fel, emiatt szükséges olyan finanszírozási csatornákat találni, amelyek által a migránsválsággal sújtotta más országok is többet kapnak szimbolikus segítségnél. Hozzátette, Szerbia és Macedónia esetében az élelmiszer, a higiéniai eszközök beszerzésére és a befogadó központok létesítésére fordított anyagi támogatás mellett erősíteni kell a rendőrség, az adminisztráció munkáját, valamint az egészségügyi ellátásra ugyancsak figyelmet kell fordítani. Európának el kell érnie, hogy Törökország zárja le határait a migránsok előtt, mondta Nógrádi György az M1 aktuális csatorna műsorában. Európa képes lehet megállítani a migránsokat, ha egységesen lép fel velük szemben, tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő. Ha egyszer azt látom, hogy a törökök, bocsánatot kérek, európai szinten fognak politizálni, és nem szűken vett, vélt vagy valós nemzeti célok alapján, ezt az emberfolyamot meg lehet állítani. Az illegális bevándorlók 4 területre szeretnének elsősorban bejutni. A gazdag arab országokba, Ausztráliába, az Egyesült Államokba és Európába. Egyedül az utóbbi nem tudja megállítani a menekült áradatot, elsősorban a közös fellépés hiánya miatt. A 28 tagállam 28 nemzeti álláspontot mond, ami csőd, hangsúlyozta a szakember.